Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Warframe, jöjjön, hogyan csináljunk magunknak platot, úgyhogy beszélgessünk egy kicsit a tradingről. Mostanában sokat kaptam Facebookon ezt a levelet tőletek, hogy hogyan kell tradelni, hogyan szerezzünk platot, mi mennyibe kerül, és mindenkinek szinte azt írtam, hogy van már róla videóm, kettő is, érdemes őket megnézni. Nos, visszamentem azokhoz a videókhoz, és így visszanéztem őket, és rájöttem, hogy hát régiek, habár az alapokat megadják, és úgy elkezdesz belemelegedni egy kicsit a tradingbe azokkal a videókkal, de mondhatni, hogy mennyit változott a Warframe azóta a videók óta, azért a trading is egy kicsit átalakult, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit nehezebb lett, mint amilyen volt. Úgy gondolom, hogy régebben könnyebb volt eladni cuccokat. Nem tudom, hogy miért, nekem úgy tűnt, hogy kb. Mindent el tudtam adni. Lehet azért, mert türelmesebb voltam a tradinggel, vagy nem tudom, vagy minden tradingre rámozdultam. De úgy gondolom, hogy most egy kicsit talán nehezebb platot csinálni, de ha van egy kis türelmed, egy kis odafigyelést és egy kis időt szánsz a tradingre, Warframe, és ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondok, hogy időt kell szánni arra a tradingre, akkor minden bizonnyal jól fogsz kijönni az egészből, és elég gyorsan tudsz, elég jó mennyiségű platot összeszedni, de mindenképp össze tudod szedni azt a plat mennyiséget, amire szükséged van, mondjuk, hogy vegyél egy Orokin katalisztot, reaktort, vagy éppen új Warframe, illetve fegyverszlot helyett. Úgyhogy nem kell pánikba esni a kezdőknek, hogy nincs platjuk, vagy valami, egy kis időt kell adni a dolgoknak. Nos, rögtön, hogy a kezdők is mindent értsenek a tradinggel kapcsolatban, kezdjük a legesleg alapokkal, és utána belemegyünk a bonyolultabb dolgokba és a trükkökbe, már ha lehet őket annak nevezni. Nos, úgy kereskedünk, hogy a VTB az want to buy, venni szeretnénk, VTS want to sell, eladni szeretnénk, VTT, az pedig want to trade, vagyis cserélni szeretnénk. Nos, srácok, amit tudnotok kell még a trading chattel kapcsolatban, hogyha bármit eladni vagy venni akarsz, és te azt beírod a trading chatben, ügyelned kell arra, hogy ne mindent nagybetűvel írd be, mert akkor kikikkel a trading chat, gyakorlatilag egy ilyen unfair valami, mert hogy tiéd sokkal kirívóbb, mint a többie. Na mindegy, a lényeg az, hogy ki fog kikelni, ha mindent nagybetűvel írsz. Ezért a VTB, illetve a VTS-t érdemes nagybetűvel írni, az eladandó tárgyat, mondjuk most mondok egy SBP-t, akkor az S-t érdemes nagybetűvel írni, a BP-t kicsivel, és hogy hány platér adod el, azt is kisbetűvel írni, és egy ilyen módon, kiemelet, hogy például VTB, tehát venni szeretnél est, azt is nagybetűvel, tehát látják, hogy nagybetűvel, és a többit már felfigyelnek arra, hogy es, és a többit ki tudják szűrni a sok kisbetű közül, hogy BP, és hogy 100 plat, és most mondtam valamit, ezt ne vegyétek készpénznek, hogy ennyi egy es BP. Nos, nagyjából így kell elképzelni a tradinget, nem egy macera dolog, és ezekhez a szavakhoz kell kötnöd magadat, mert gyakorlatilag erre fixálódik rá minden játékosnak a szeme, amikor vásárolj VTS, VTT vagy VTB. No de, ez még önmagában nem siker ugyebár a tradinghez. Hogyha nem vagytok tisztában az árakkal, akkor beírjátok Google-be, hogy a Warframe Market, és az első linkre rákattintotok, és ez lehet mondani így, hogy egy nem hivatalos Warframe piac, így is lehet mondani, és mindennek rákereshetsz az árára, hogy mi mennyibe kerül, de tényleg a legutolsó szemét modig annak is fönt van az ára, mert hogy valaki el fogja adni. Amit én javaslok neked ezzel kapcsolatban, ha bármit eladni szeretnél kategóriába vagy, hogy följössz ide és lecsekkold az árad. Én is ezt csinálom, mindenki ezt csinálja, aki trédelni akar a Warframe-ben, nem tudjuk fejből, nem tudom fejből én sem az összes szarnak, hogy milyen ára van, érted? Tehát még a legnépszerűbb, nem tudom, mit tudom, Volkir Chases most jelenleg,
a játékban egy népszerű elem mondjuk, és feljövök és megnézem, hogy mennyi az ára. Na most, amit javaslok, hogyha eladni szeretnél, és megnézed a Warframe Marketen, minek mennyi az ára, lehetőleg lőd be azt az alacsony, illetve középkategóriájú árfekvést, hogyha eladni szeretnél. Amit még javasolni szeretnék neked, hogy vedd figyelembe azt, hogy mennyi időnt szántál arra a formulásra. Tegyük fel, mondok itt egy példát, nekem az elmúlt időben mondjuk zsinórba, tehát 5-ből 5-ször kiesett a Necrosnak a BP-je. De zsinórba 5-ször, és annyira könnyen jött az egész dolog, hogy úgy voltam vele, hogy most minek adjam el iszonyat magas áron, hogy szerezzek belőle kurva sok platot, inkább eladom a lehető legalacsonyabb, de még megfelelő áron, és 5 volt belőle, úgyhogy gyorsan el tudtam őket passzolni. Szóval én úgy mérem, hogy minek mennyi az értéke, miután megnéztem a Warframe Marketen, hogy mennyibe kerül, hogy mennyi időt szántam el vele. Hogyha sok időt szántam el vele, akkor lehet mondjuk, ha hosszú idő lett volna, mire megkaptam volna a Necros BP-t, akkor lehet, hogy megvártam volna, míg lesz egy szettem, és szettestől adom el egy ilyen középkategóriájú árban. De mindig megpróbálom megcélozni a legeladhatóbb árat, nem a legdrágábbat. Azon felül erre a Warframe Marketre ingyenesen föl lehet regisztrálni, föl lehet tenni a cuccaidat, és sokan így a Warframe Market-tel kapcsolatban nagyon-nagyon jól tudnak platot szerezni, mert miközben ingén vagy rádírnak, megvan-e még az a cucc, elmész, eltrédeled, és a többi. Sokan használják ezt a weboldalt, ajánlom szeretettel, hogy te is használd. A következő trükk, amit in-game csinálhatsz, és hogy elad szinte instant a cuccaidat, miután nagyjából tudod, hogy minek a mennyi az ára, az nem az, hogyha folyamatosan írkálod azt, hogy VTS, azt úgy annyira nem. Inkább ülj le a chat elé, adj magadnak egy órát, te, hogy te most trédelsz, egy óra, kettő, te most trédelsz, és figyeld a VTB-ket. Kiírod magadnak esetleg, hogyha vagy annyira stréber, akkor kiírod magadnak egy lapra, hogy milyen értékesebb cuccaid vannak, hogy lásd, hogy szemmel ne kelljen folyton ugrálnod a menük között, hogy megvan-e ez, megvan-e az, mondjuk én azt szoktam csinálni, elusta vagyok kiírni a papírra őket, de régen kiírtam egy papírra az értékesebb cuccaimat, és a legértékesebbet közölük, a legértékesebbet és a legkeresettebbet beírtam, hogy VTS, és ennyi platér, mondjuk most mondok valami random példát, régen az SBP nagyon értékes, ott beírtam azt, hogy VTS SBP, ennyi platér, és ez. És utána más nem csináltam, csak figyeltem a VTB, ki akar venni, és mit. És amint volt nekem egy cuccom, rögtön ráírtam azzal az üzenete, hogy hi, I have, és kész. Tehát, hogy gyors legyek, hogy más ne írjon rá, rögtön ráírtam egy üzenete, hi, I have this, puff, kész, hello, megvan ez, hi, I have this, tehát kész, vagy hi, I have, ennyi, have, úgy kell leírni, hi, I have, have, ennyi, és tehát a legalapvetőbb angollal, annak is, aki nem tud angollal, volt, hogy csak annyit írtam rá, hogy mit tudom én, 75 plat, ennyibe kerül, és ő visszakérdezett, hogy ez az a cuccra gondolsz, és utána itt írtam, hogy yes. Azért, mert tudtam, hogy például annyira kelendő az a cucc, hogy gyorsan fognak ráírni, és hogy a legrövidebb üzenetet írja, csak helyből beírtam, hogy ennyi platba kerül. Az kész. Szóval, de a lényeg akkor is azon volt, hogy nem arra fókuszáltam, hogy én mit szeretnék eladni, hanem arra, hogy mit akarnak venni. Tehát VTB. Ezt kell figyelni a cseten folyamatosan. A következő dolog, ami kezdőknek azt hiszem, hogy a legkulcsfontosságúbb dolog, hogy könnyen szerezzenek platot, és ez nagyon jó, hogy léteznek ilyen emberek a kezdőknél, az az igazság. Szóval, mit kell csinálni kezdőként, hogy szerezzél platot? Az egyik és legfontosabb dolog, figyeled a VTB-ket, és figyeled azokat, akik olyat írnak be, hogy VTB Prime Junk. Leírva magyarul, VTB Prime Junk. Na most ezek az arcok, ezek azt csinálják, hogy lusták elmenni farmolni Prime cuccokat, ezért mire megjön a trader, nekik van platjuk, megveszik az olcsó és eladhatatlan Prime cuccaidat. Mondjuk 5 darabot 5 platé. Vagy mit tudom, volt, aki 5 darabot 10 platé is vett.
Tehát többnyire az szokott lenni ilyen 5 darab 10 platé. Úgyhogy mi a dolgod? Fogod, ráírsz, nekem van egy csomó ilyen cuccom, és eladod őket, és már is 2 tradinggel csináltál 20 platot. Egy 20 plat az egy Warframe slot hely, katalizt, reaktor, bármi, amire szükséged van, érted? És ezáltal, főleg amielőtt szokott jönni a trader, tehát minden olyan 10. nap környékén, fogod magad, és figyeled a trading chatet, hogy ki akar prime junkokat venni. Amikor én nagyon rá voltam szorulva a platra, mert hogy nem volt semmi eladható cuccom, akkor mindig essen, sőt, mind a mai napig essen, amikor nagyon rá vagyok szorulva a platra, és kéne mondjuk egy 20-30 plat, akkor fogom magam, és gyakorlatilag prime junkokat eladom, eladok mondjuk annyit, amennyiből meg tudom venni az új fegyverszlot helyett, Warframe slot helyett, stb. A többit pedig beváltom a tradernél. És itt lyukadunk ki a következő legfontosabb dolognál. Neked el kell menni farmolni, tehát őszinte szeretek, hogy a srácok, Magyarországon élünk, nem vedd szét minket a pénz, mint Amerikában, az embereket csak így dobja ki a pénzt a platra, mi játszunk a játékkal, megéljük azt a magyar valóságot, mondjuk csak viccet félretéve, tehát ugye nekünk nincs annyi pénzünk, hogy költsünk ennyi platra, mint amennyit szoktak nyugaton, mi elmünk játszunk a játékkal, és meglovagoljuk azt a hullámot, hogy legomboljuk őket plattal, de cserébe ugye nekünk ez időbe telik, és ez a legfontosabb, el kell menned prime cuccokat farmolni. Mindegy, hogy milyen prime cuccot farmolt, mert a junk cuccokat, tehát a szar cuccokat is el tud adni olcsón, de el tud adni, hogy megszerezd a platot. És a sok-sok farmolás közepette ki fogja neked dobni azt a kívánt értékesebb prime cuccot, érted? És akkor helyből lesz egy kicsivel több platod. De el kell menned prime cuccokat farmolni. Ez fontos, ez a lényege, mert el lehet adni mindent, csak figyelni kell, időt kell neki adni, figyelni kell a trading chatet, figyelni kell a VTB-ket. Beírod, hogy mi a legértékesebb cuccod eladásra, és hagyod, mit tudom én, 2 percenként újra beírod azt a legértékesebb cuccot, de csak az, nem kell sietni, nem kell egy egész listát, nem szabad kiírni egy egész listát, hogy neked ilyen szettjeid vannak, és te azt mind elad, mert senki nem olvassa el. Egy egyszerű want to sell Ash set, want to sell Warkill set, want to sell Warkill cases, want to sell Warkill system, csak azt az egyet, és beírod, hogy mennyi plot ér, adod el. Want to sell Warkill system 30 plot. Paf. Ennyi. A VTS nagybetű, Valkyr nagybetű, 30 plat, kisbetű, és így nem klikkel ki a system is kisbetű, 30 plat, kisbetű, és akkor így nem klikkel ki a chat, és viszonylag feltűnő, hogy mit akarsz eladni. A következő nagyon értékes dolog, hogyha használod a szögletes zárójelet, akkor kékkel kiemeli, hogy mit akarsz eladni. Na most ez rajtad áll, hogyha szögletes zárójelet használod, hogy mit akarsz eladni, ez rajtad áll, hogy használod, mert nagyon sokan használják, és beleolvad sok minden már a trading chatbe, de a különböző emojikkal kiemelheted a hirdetésedet, ami nem egy rossz dolog, ha van kedven ennyi időt szánni, de azt mondom, hogy ennyi idő warframe-ezés után még mindig talán az egyik legkiemelkedőbb az, hogyha ezt a módszert használod, amit mondtam, hogy ne nagyon olvadjon bele a sok kékségbe és valamibe, és a másik rettenet fontos dolog, hogy mielőtt beküldöd, hogy mit akarsz eladni, figyelned kell egy kicsit a chatet, és várnod kell arra a pillanatra, amikor egy picit megáll a chat. Nem folyamatosan megy, mint az őrület, hanem megáll egy picit a chat, látod, hogy megállt a chat, pif, beírod a tiedet. Mert arra a pillanatra, hogy tehát addig vársz az Enter gombbal, amíg egy picit megáll a chat, látod, hogy megállt, beküldöd a tiedet, és akkor arra a pillanatra megállt az egész chat, és látják tisztán, hogy te mit akarsz eladni. Nos, srácok, nagyjából ennyi lett volna a tradinggel való trükközés, gyakorlatilag semmi nagy dolog nincs mögötte. Ezeket szoktam én mind a mai napig használni, tehát még egyszer mondom, ügyelj a kiemelésre, mit, hogyan emelsz ki, a lényeget emel ki, VTB, VTS, VTT, Warframe Market mindenképpen, és Prime Junkokra induljatok rá, mert nagyon jó, és farmoljatok sok prime cuccot, mert másképp nem lesz platotok. Értékesebb módokat is ugye el lehet adni. Csinálgassátok a sortit, sose tudni, mi esik ki onnan kipotjai a Legendary Core, már is van 3-400 platotok. A Warframe Tradernél mindig váltsátok ki a prime, az értékesebb prime módokat, Continuity Flow-ra gondolok itt, Prime Target Creator, Prime Point Strike, és tehát az értékesebb prime módokat váltsátok ki, az esetleg még Prime Reach,
azt is érdemes kiváltani, de a többi az nem akkora nagy szám, de minden esetre legyen mindig tartalékban mondjuk a Prime modokból egy-kettő, tehát én vagy ötöt vettem ki a Continuity-ban, mióta utoljára járt itt a Trader, és mostanáig sikerült eladnom őket nulla rankosan 150 platé, max rankosan 350 platé, mikor hogy voltam rászorulva a platra, és gyakorlatilag néha érdemes például szetteket megőrizni, mert tudod, hogy szettként értékesebb, vagy többért tud eladni. Tegyük fel mostában a Necrosnak az alkatrészei nagyon lecsökkentek árba, külön önmagába, de szettként még egy egész jó árat ki lehet belőle hozni, úgyhogy lehet érdemes megvenni, van egy Necros BP, jó, akkor szedd össze a szettnek a többi részét, és add el egy szettbe. Trinity például az egy nagy árba van mostanában, és szettként jobban el lehet adni, mint külön alkatrészekként, már nem éri meg. Szóval így egy kicsit a Warframe Marketen is nézelődni kell, kinek, minek, hogy az ára, és úgy magadba eldönteni, hogy ezt megéri külön eladni, vagy annyira szükséged van a platot, vagy megéri megvárni sokszor a szettet, és szettben eladni, mert hogy többet ér úgy. Srácok, most hát tényleg ennyi lett volna, én köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl, a következő Warframe videóig, sziasztok!